Jézus kell. Papa, mama, palinta. Két újabb merényletedől dugába. De mi volt a terve egyáltalán, Dennis? Nem mindegy. Majd kitalál valamit, ami még nagyobb lesz. És jobban fáj. Már is visszajött. Nyugalom, ez kivételesen nem kett. Itt van nagypapa és nagymama. Szia, töpörtyű. Nekem vannak a világon a legjobb fej nagyszüleim. Nem tudnak taxival jönni, mint más rendes szülők. Hé, ki akar itt gördeszkázni? Mit szólnátok inkább egy nyugodt ütögetéshez? Jobb lenne, ha pihennétek és a nyugodt életet élnétek. Álljatok meg, szívjátok be a rózsa illatát. Az tényleg jobb, mint az én égett hajam szaga. Anya, apa, gyertek be! Van számotokra egy kis meglepetés? Íme! Egyforma hintaszékek. Aha, egyenesen a palintagyár akciójából. A mi hintánk a palintánk. Gyere, Mili, mutassuk meg nekik, milyen izgalmas hintázni a székben. Juhu! Kett! Jaj, ne! Már megint! Mr. Kett! Merre van? Jól van? Vigyázom! Nagyon sajnáljuk, kis cicám. Nem mindenki. A hintaszékeket majd később próbáljuk ki. Előbb játszani akarunk az unokáinkkal. Nagyszerű, felállítom a krokettpályát. Pergeteges lesz. Se lézer, se robbantás. Ez aztán az élet, igaz? Kup! Igen! Fejed behúzni! Ihab, ide nézzetek! Hey, ne álljálj még több párnak el! Biztos termeszek voltak a hintaszékben, de van rájuk garancia! Már megint? Nem ártan a rovarírtót hívnunk? Mázli, hogy meghosszabbították a garanciát. Egy életre szóló garanciát adnak ingyen cserét minden kérdés nélkül. Így írják a brossúrában, akik együtt hintáznak, együtt maradnak. Úgyhogy mindenkinek vettem. Még te is kaptál egyet, Mr. Cat. Mr. Cat! Azt hiszem, meg tudnám szeretni ezt a hintázást. Ezt figyeld, Kett! Hintaeltetőt áll, ami mindig keveri a kajádat, hogy a teteje sose menjen tönkre. Kup, nem gondolod, hogy kicsit túllőttél a célon? Ha hintázó hűtőbe veszed ki az üdítőt, nem kell felrázni. Mennyi időt lehet megspórolni? És a hintázás segít az emésztésnek is, ugye, Kett? Igaza van Kupnak, sokkal jobb, ha a tévé is hintázik közben. És bum, most jön a dinamit. Csodálatos, végre valami, amivel ki lehet akasztani Kettet. Ne is említsd Kettet. Egyből lepereg az életem a szemem előtt. Jobb, ha lazítasz, Kup. Én megyek és játszom. Szivatold a rózsát. Nézd csak, méhek vannak benne. Teljesen nyugodt és semleges. Ezt figyeljétek! Jupi, jupi, jupi! Anya, megrándítod a derekadat. Ez a hátam volt, jaj. Jobb lenne, ha kicsit visszafognád magad, fiam. Te hoztasz, Coopster.
Most jut eszembe, előrendeltem a robottenisz háborúk egy példányát, és most hozták be a videótékába, azonnal létre kell mennem! Jól van, remélem elhoztátok a nyugdíjcsekkeket. 5 lapos póker őrült, 8-asok vadbubik. Hova lett? Dennis, neked kell szemmel tartanod kettet, hogy együtt lehessek a nagy jéggel. Sajnálom, Coop, nem hallom. Éppen ebéd utáni szundim van. Még. Holdfényes repülést terveztünk. Van kedved velünk jönni? Szeretnék, de nem mehetek. Semmi baj, Coop. Tudjuk, hogy jobb dolgod is van, mint ilyen öreg emberekkel szórakozni. Nem. A világ legjobb dolga lenne veletek lenni, csak ez soha nem hinnétek el nekem. Hát kettről van szó. Gonosz űrlény le akarja igázni a földet, és nekem kell megakadályoznom. Az unokánknak erősítésre van szüksége. Még jó, hogy a léghajó már be van melegítve. Irány az égbolt. Hogy? Hisztek nekem, nagypapi? Ó, sok furcsaságot láttunk már az életben, kicsikém. Szuper jó fejek vagytok. Egyszer követtünk egy albino orszarvút az északi sarkon. Ahhoz képest egy UFO macska nem probléma. Azt hiszem, túl jól sikerült a tervem, hogy kiakasszam ketet. Teljesen belebeszéltük a dologba, és az nem jó. Cél szemébe mérve. Indul az akció! Maradjatok itt, majd én elintézem! Semmi? Jaj! Vagy ez is jó lesz! Ó, de kár, kicsim! Tönkretette az ingyen! Jaj, ne! Kilövi a hintaszékgyárat a napba! Fogadok, hogy arra nem érvényes a garancia. Egek, hogy rántjuk ki magunkat ebből? Először is le kell állítanunk a főkövetőrendszer. Hú, sose hittem, hogy ehhez is értetek. És zenét is tudunk letölteni az MP3 lejátszónkra. Na, indítsuk be a dolgot! Coop, fogd meg egy csapot! Éljen! A segédrakétákkal irányítjuk a hajót. Coop, a tiédet állítsd be! Éljen! Irányíthatatlanná vagy! Bocsi, de muszáj felvágni egy kicsit. Lepergett az életem a szemem előtt, és elálmosodtam. De legalább nem kell aggódnom. Remek! Segítsetek leleplezni kettet a világ előtt! Ha nem bánod, Coop, inkább nem tennénk. Ha UFO macskáról beszélnénk, már is vinnének az öregek otthonába. Egy űrmacska sem méltó ellenfél az unokánknak, de ha segítségre van szükséged, csak szólj! Mi segítünk! Nem hiszem el, hogy kihagytam egy repülőgyárat, de a nyugdíjazásomnak vége! De! Elindulunk! Nézzétek, hogy fúj el minket a szél! Hiányozni fogtok!
Mindent köszönök, gyertek vissza hamar! Jövünk! Legyetek jó gyerekek! És vigyázzatok magatokra! Ezennel menetkészek vagytok! Bár meggyőző, de lehet, hogy jobb, ha hívok egy taxit. Esetleg egy tevét, vagy... Zsákos finomság. Ezt! A menetet! Megnyerted, Kat! De eljön még a visszavágó! Szeretnél egy kis halas finomságot, Kat? Ne aggodalmaskodj, Kat, mindig tudunk szerezni másik zacskóval. Új hírek! Nincs többé halas finomság! A kedvenc mocskaeledel receptje ugyanis egyszer csak elveszett. A gyárban leállt a gyártás, és a boltokban majdnem kiürültek a polcok. Mondd csak, cica! Mit érzel most? Friss információ! A boltokban teljesen kiürültek a polcok. Egy szerencsés macska rajongó vette meg az utolsó zacskót. Mondtam, hogy lesz visszavágó. Íme a megaláztató 900-as vízipuska maximális nyomásra törte, egy lövés, és a kedvenc csemegéd utolsó adag ilyen lucskos moslék lesz. Ha még egyszer megkarmolsz, megrázol, belém marsz, felrobbantasz vagy sugárzol, a kaját elúszik. Világos? Rajta, próbálj csak ki, ha mered. Úgy látszik, megtaláltam a tökéletes ketriasztót. Na, mit készítsünk, Milli palacsintát? Von Strudelváró híres csodáját, ropogóst? Csináljuk macska eledelt. Tessék? Mr. Cat valami finomat akar enni. Nem ízlik neki az olcsó árpa kocsonya, amit hoztál neki. Ó, biztosan meg fogja szokni. A cicám dühös, én szomorú vagyok. Nagyon szomorú. Na jó, csináljunk macska eledelt. Ami a legjobban hasonlít a célra, az a dühös Clyde bélbombázó csilije. Inkább ne próbáljuk ki, legalábbis addig, amíg én takarítom a macska vécét. Ha? Kett biztos valami üdlénysugárzót állít be, hogy ne tudja kijutni innen. Még jó, hogy megcsináltam ezt a pályát. Ahogy te akarod, Kett! Egy zacskó mélyfagyasztott halas finomság rendel! Ellen Coopnál! Kóstold meg, Mr. Kett! A szardella paszta az oka, vagy a rózsaszirom? Filé mignon, szuperszerves kaviár, triplán importált füstölt lazac! Drágább így, mintha pénzből lenne. A finomságoknak a legjobb összetevőkből kell lennie, apuci. Mr. Cat biztos azért szereti annyira. Mr. Cat! Ó, Mr. Cat! Vacsora! Jaj, ne már! Én nem fordítanék hátat ilyen luxus csemegének. Folytassuk csak a munkát. Jaj! Minek zuhanyozni? Minek is aludni?
Sikerült, Dennis, kibírtam végig. Le sem csuktam a szemem. Főt Makréla! Tinta, alszom a hőmérsékleten! Száva Csali! Új mutatványoknak adtatok nevet? Dehogy! Azt találgatjuk, milyen szaga van macska fiúnak! Azonosítatlan hal eledel! Ó, bá, azonosítatlan hal eledel szagú macska fiú! Get! Minden beletel lila rím! Coop! Rossz formában vagy. Majd én szemmel tartom azt az ízét. Kész, haver! Te a ideje elmenni a félcsőre. Sokkal jobb pihenés lenne, ha egy kicsit aludnál. Várjunk! Jaj, nem engem támad! Coop, biztos, hogy megéri ez a sok fáradtságot? Persze, hogy biztos. Nem hagyom, hogy Get elkapjon. Nem hagyom sosem. Közte! Egyedül is el voltam. Nem láttad, hogyan... Ja, a zsákhoz beszélsz. Ha. A te bűzöd azonosítatlan hal eledel. Nem zuhanyozol, nem alszol. Nem hagyom, hogy Get nyerje ezt a menetet. Az az acskó macska eledel tönkreteszi az életedet. Hogy hadd egyen meg Get, és minden újra normális lesz. Bármint hozzád képest. Ne figyelj rá, finomság! Most nézd meg! Na jó, jobban aggódom, mint amennyire csodálkozom. Őrzöm az acskót, amíg alszol. Talán mikor felébredsz, normál teszel. Azok után, amiket mondtál, nem bízhatom rád finomságot. Jól megleszünk nélküled is. Coop, ne! Így Get kezére játszod! Mármint a karmaira! Ne félj, finomság! Biztosan leráztuk! Coop! Get! Követés! Baj van! Hogy találtál meg minket? Követőt szereltél, finomság, agyára? Nincs is neki! Nem érdekes! Nem tudtál gondolkodni, ezért azt kérdeztem magamtól, melyik a legbutább hely, ahová Coop mehet. Bucfűben nincs vulkán, úgyhogy idejöttem. Hát, finomság elbújt, és te sosem találod meg, te! Most meg vagy, Coop? Hiányzik, finomság! Rossz szaga volt, de könnyebb volt cipelni. Hú, ennek tényleg olyan szaga van, mint a halas finomságnak. Milli, azt hiszem sikerül. Fes, hagyjatok az én cicámnak is, tehetetlen macskák! Nem tudom, hol van a te kaján. Ébresztő! Meg kell mondanod, hova luktad finomságot! Finomság, ne! Igen, ez nagy kár! Örvendjetek, macskák! A halas finomság visszatért!
A titkos receptet egy helybeli találta meg, aki menten eladta, hogy megtiríthesse a kárt, amit az elképesztően felelőtlen fia okozott Bootsville-ben. Vicces volt gazdagnak lenni. Egy órára. Sajnálom, apa, nem lett volna szabad olyan sokáig alvás nélkül lennem. Teljesen kiakadtam. Semmi baj, Coop, azt hiszem nem való nekem tenger alatt járókocsi, se arany golfcipő. Hogy jött rá a halas finomság titkos összetevőire? Véletlenül, dühös voltam, és bedobtam a szakácskönyvet a keverőbe. Kiderült, hogy a titkos összetevő a könyv ragasztója. Akkor már értem, miért ragad az ember szájpadlásához. Na jó. Szeretnénk tőled elnézést kérni, Dennis. Akármilyen fáradt és eszelős voltam, tudnom kellett volna, hogy rád mindig számíthatok. Ne haragudj. Fájtlat rá. Örülök, hogy túl vagyunk rajta. Ew! Csak megfelelően akartam elbúcsúzni tőle. Magyar szöveg Csányi Zita és Katona László. Vágó Ádám Gyöngyi. Hangmérnök Sukkégel Sándor. Gyártásvezető Kovács Marian. Szinkronrendező Hirti Ildikó. A szinkront a Disney Character Voices International megbízásából a Digital Media Services készítette.